Szabad vagyok, mondta a majom a rácsnak, én pedig nem, mert majmok köré zártak. Ezt Mária Terézia alapította, ezt a börtönt. És lehet látni a történet. Szegál Zarándok úton van. Pontosan egy éve szabadult a Mária Nosztrai börtönből, és visszatért a templomba. Miért is? Igazából két héttel ezelőtt voltam otthon Miskolcon. A keresztlányomtól elhoztam egy keresztet, mert ő kórházban volt. És ha van mód rá, akkor szeretném az itteni plébános, hogy ezt szentelje föl neki. Egy éve szabadultam minden évfélkor, és úgy gondoltam, hogy minden évben el fog ide jönni, és ez nekem egy emlékezetes pillanat. Egy éve évfélkor, amikor kiléptem ezen az ajtón, itt volt nálam bizonyítvány, egy érettségi. Most szeretném majd kiszámoltatni, ez milyen pontokkal tudok indulni főiskolán, esetleg egyetemen, és ha sikerül, akkor szeptembertől beiratkozok egy főiskolára. Én vagyok a felnőttek is templomba. Rendben vagyunk minden. Szabadok vagyunk. És úgy döntöttem, hogy egy évente én az eljövök ide, hogyha senkit nem zavar, nem be. Hát pont egy éve szabadult a végtékkor. A börtönéveim utolsó 4 hónapjában vállaltam azt, hogy külső munkásként a raptametőt, akkor gondoztak itt a kerteket, akkor lentem a sertéstelepnél állatokat gondoztunk, ültettünk, tehát minden olyan, ott laktunk mint a börtönbe, de viszont már ki lehetett járni, és reggel kihoztak minket, és olyan 8 óra munka után bevittek minket, és az állatokat gondoztuk, volt nekem egy nagyon kedves kis malackám. Egy ilyen kis, ekkora kis malacka volt, kis satnya, mangalica. Én még mai napig emlékszem a nevére, én Szandikának hívtam. Ilyen kis, gyönyörű kis szemei voltak, és végül kiderült, hogy ez egy kis fiú maradt, csak egy kis satnya maradt, és én nagyon kedves volt nekem. Még mai napig emlékszem rá. Mi lehet veled, Szandika? Szandika! Hallott rabok, apácák. Ezek sorsok, emberek, akik meghaltak. 10-12 raptársammal kiláltuk ezt a rendbe tartottuk. Ez mindig gyönyörű.